nyilván a testvér települések 2015 előtt is már léteztek, hiszen azok a 80-as, 90-es évek óta folyamatosan élőek voltak, de nagyon sokan a mi hatásunkra kötöttek új testvértelepülési szerződéseket. Mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője gondolatait annak kapcsán, hogy lezárult a testvértelepülési kapcsolatok építését szolgáló pályázati kiírás, mely 500 millió forintot biztosított az önkormányzatok számára az együttműködések kialakítására és a programokkal való megtöltésre. A testvérvárosi kapcsolat építését szolgáló lehetőség a nemzeti újrakezdési pályázati csomag része, mely további 2 alappal segítette a határon túli szervezetek munkáját. A 3 pályázatnál összesen körülbelül 3000 különböző projektet, programot, célnak a megvalósulását tudtok támogatni. A testvértelepülési programnak a keretösszege egyébként 500 millió forint volt, de magyarországi gesztor önkormányzatok, illetve megyei önkormányzatok tudtak pályázni. A pénzügyi kereteket nem tudták kimeríteni, mondta Potápi Árpád János. Összesen 335 millió forintra érkezett be támogatási igény. A pályázók között számos Tolna megye is volt. Ilyen például a Tolnai megyei önkormányzat és a Hargitai megyei önkormányzat közötti kapcsolatrendszernek a fejlesztése, vagy például Irekszemcse, Gyimes Középlok és Nagybégány települések közötti kapcsolatnak a megerősítése, vagy például a bonyhádi gyerekek és a madifalvi gyerekeknek a nyárvégi vagy szeptember elejé tábor a Váraján, a gyermektáborba, szintén ebből a pályázatból volt, vagy lesz támogatva. A külhoni magyar szervezetek támogatására a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2011 óta írt ki pályázatokat, melyre az indulás óta több ezer szervezet adott be támogatási igényt. Idén a Nemzeti Újrakezdési Programban összesen közel 1,5 milliárd forinttal segítette a magyar kormány a határon túli szervezetek munkáját.